Köszöntöm nézőinket! Vasárnap népszavazásra készül az ország, az ellenzéki pártok azonban többnyire távolmaradásra szólítják fel választópolgáraikat. Ma esti stúdió vendégünk Bot Tamás, az Együtt Gyulai választókerületi elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és üdvözlöm a tévénézőket! Miért gondolják, hogy ez a megfelelő válasz a kormány népszavazási kérdésére? Nem is lehet más válasz. Ez egy alkotmánysértő, alaptörvénysértő, a nemzetközi jogot sértő kormányszavazás, én nem is tudom népszavazásnak mondani, aminek semmilyen jogi következménye, jogi tartalma nincs. Elmondom miért. Nemzetközi ügyekben, nemzetközi kérdésekben, nemzetközi szerződéseket érintő ügyekben a belső alkotmányozás és a belső népszavazás nem írhat felül semmit. Innentől kezdve gyakorlatilag nincs is miről beszélni. Az, hogy a Nemzeti Választási Bizottság, amely, hát azt kell mondanom, a zsírfideszes átengedte ezt a törvényt, azt még egyszer fogják tanítani a jogi egyetemen. Másrészt nincs semmilyen következménye, ha eredményes, ha eredménytelen, ha érvényes, ha nem érvényes, egyébként szerintem eredménytelen és érvénytelen lesz a népszavazás, mert mondom, a hazai szabályozás, a belső hazai jogszabályok semmilyen értelemben és semmikor nem írhatnak felül nemzetközi szerződéseket. Ez nem diktátum, hanem a nemzetközi jog és az egész jogrendszer az egész világon a demokratikus jogállamokban így működik. Másrészt pedig nincs is olyan fajta veszély, amelynek Magyarország ki van téve, de erről talán majd később. Nem gondolják azt, hogy ezzel átengedik azok kezébe a döntést, akik majd részt vesznek a szavazáson? Hát nem, határozottan nem. Hogyha megengedi, akkor a szlogenünket mondom, hogy hülye kérdésre, gyakorlatilag ez a válasz, hogy nincs válasz. Egy gyűlöletkeltő, aljas, hazug kérdés utcájában nem szabad belemenni, akkor mi már az ő kottájukból, a Fidesz és a kormány kottájából játszanánk. Erre mi nem vagyunk hajlandóak, tehát a mi megítélésünk szerint, és a demokratikus ellenzéki pártok döntő többsége ezt képviseli, el sem kell menni október 2-án a népszavazásra. Mindenki maradjon otthon, családja, rokonai körében, vagy barátai körében, töltse tartalmasan és jól ezt a napot, és olyan gyűlöletkeltéssel, amivel a kormány hergeli ezt az országot október 2-án, egész egyszerűen nem kell foglalkozni. És innen üzem az embereknek, hogy ne féljenek. Ha 4-5 millióan nem mennek el, nem tudnak mit csinálni. Már egy-két emberrel, egy-két bátor emberrel se tud mit csinálni ez a kormány. Úgyhogy hajrá, nem kell hűsnek lenni, csak a talpunkra kell állni, üzenni kell Orbán Viktornak, mert ez az ő hatalmi érdekeit szolgálja, az a népszavazás, amire valami eszméletlen, hogy mennyi pénzt költünk el. Nem akarnék demagóg lenni, nem is vagyok az, de ennek a 15 milliárd forintnak, amit csak a propagandára költöttek ezzel kapcsolatban, és a rendezés költségeit nem is veszem, akkor bőven 20 milliárd forint fölött van a teljes büdzsé. Hát mondjuk a szegény gyerekekre fordítva, az egészségügyre, az oktatásra fordítva sokkal jobb helye lett volna. Nyilván mindig lehet másra fordítani bizonyos összegeket. Az ellenzéki pártok mit gondolnának, hogyha egy igennel szavaznának a választáson résztvevők, az nem lenne megfelelőbb válasz a kormány kérdésére? Alapvetően hazug a kérdés. Olyan kérdést tettek föl, amely nem is áll fönt. Senki nem akar Magyarországra betelepíteni senkit. Betelepíteni. Most már az utóbbi hetek fejleményeiből, Európai Uniós fejleményeiből azt is tudjuk, hogy sem kvóta, sem kötelező kvóta nincs. Úgyhogy a legnormálisabb és a legadekvátabb válasz az lenne, ez persze a kormánytól és Orbán Viktortól várhatjuk, mondom így gúnyosan, hogy ezt a népszavazást, vagy pontosabban kormányszavazást, ezt fel kéne függeszteni, el kellene halasztani, semmissé kellene tenni, mert nincs ügy, nincs probléma. Hogy a nézők pontosan értsék, hogy miről van szó, Magyarország pontosan egy évvel ezelőtt az összes többi Európai Uniós tagállammal együtt azt vállalta, hogy segít Görögországnak és segít Olaszországnak az odaérkező menekülők elosztásában és feltérképezésében. Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak 1294, tehát kevesebb, mint 1300 ember esetében kellene azt megvizsgálnia, hogy a menekült státuszra jogosult-e. Ennyiről van szó, és nem többről. Hogy ez miért veszély Magyarország számára, hogy ez Magyarország jövőjét miért fenyegeti, azt a fideszes politikusokon és érdekörökön kívül gyakorlatilag senki nem tudja.
Én sokkal jobban tartok és aggódom attól, hogy 700 ezer magyar kint van Nyugat-Európában, mert Magyarországon nem találja a boldogulását. Sokkal inkább emiatt aggódnék, és ezt látom problémának. Azt, hogy 1294 ember menekült státuszát egyébként a nemzetközi eljárások alapján meg kell vizsgálni, és vagy igent mondunk rá, vagy nem mondunk rá igent, ennyi az a vállalás, amit egyébként egy évvel ezelőtt Orbán Viktor az Európai Uniós csúcson aláírt. Tehát nem tudom, és nem tudjuk, hogy igazából miről folyik ez a népszavazás, vagy nagyon is tudjuk, Orbán Viktor személyes hatalmi és a Fidesz személyes hatalmi érdekeiről van szó, el akarják terelni a figyelmet az ország rossz helyzetéről, az oktatás, az egészségügy és a szegénység ügyéről, például a Békés megye infrastruktúrális állapota szerintem egészen katasztrófa, tehát sokkal inkább ezekkel kellene foglalkozni, ezekre kellene pénzt áldozni, és egyébként a menekült kérdéssel érdemben kellene foglalkozni, beszélni kellene róla, mert azért ne feledjük, hogy a világban, a Közel-Keleten és a Közép-Keleten valóban van probléma. Szíriában háború van, Aleppo egy pokolváros, ahonnan menekülnek az emberek tízezrével, százezrével, az életüket mentve, azért, mert nincsen otthonuk, azért, mert megölték az édesapjukat, édesanyjukat, feleségüket, azért, mert nincs megélhetésük. Mi is ugyanezt tennénk, és hogyha bennünket is kerítésekkel fogadnának, akkor kérdem én, mit szólnánk ehhez, hol van itt az emberiesség, hol van az együttműködés, hol van a segítségnyújtás, és hol van a szolidaritás. Én csak ezt kérem számon, illetve az együtt ezt kéri számon, és az ellenzéki pártok ezt kérik számon, a kormányon, a Fideszen, illetve a Fidesz békésmegyei politikusain. Én most láttam egy egészen elképesztő kiadványt itt a televíziónak a előterében, amit Vantara Gyula adott ki, tehát egyszerűen szóhoz se jutok. Tehát, hogy Magyarország jövőjéről, meg a gyűlöletkeltésről, hogy mondjam, ilyen zanzában és ilyen tartalomban nyilatkozni és megjelenni, hát na, most stílus maga az ember. Önök úgy gondolják, hogy valóban néhány több mint ezer ember problémájáról van szó? Tehát, hogyha azt a több mint ezer embert betelepítenék Magyarországra, ott megállna a bevándorlási hullám önök szerint? Ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy igen. De amivel a Fidesz riogat, hogy itt százezrekről, meg milliókról van szó, aki Magyarországra vagy az Európai Unióba jönne, erről szó nincs. Mi azt mondjuk, hogy közös európai határvédelem kell, közös európai regisztrációs rendszer kell, közös európai válasz kell a kialakult problémára, ennek eredményeként pedig a szűrő rendszereken keresztül, amely össze-európai, legalábbis Európai Uniós összevetésben és együttműködésben működne, meg tudnánk állapítani azt, hogy kinek van valódi menekült státusza. Adott esetben őket Magyarország befogadná, nem betelepíteni, befogadná, valamelyest integrálná, hiszen a gyerekeknek kell iskolába járni, kell a tananyagot elsajátítani, de amint rendeződik a helyzet a saját hazájukban, akkor megtörténne a visszatelepítés. Erről van szó, és nem többről. Másrészt hadd mondjam azt el, hogy ilyen értelemben a katolikus egyház feje, Ferenc pápa, milyen segítőkészen, milyen megértően, milyen empatikusan áll hozzá ehhez az ügyhöz, valószínűleg azért, mert nagyon jól átlátja ezt az egész dolgot, a háború, a pusztulás és a halál elől menekülő emberekről van nem kis részben szó, ők nekik segítség kell. Én az elmúlt hetekben végignéztem Békés megyében azokat a fideszes gyűlöletfórumokat, amit a kormányszavazás ügyében tartanak különböző településeken, és meglepően láttam, hogy például a gyulai katolikus egyházközösség világi vezetője ott van ezeken a gyűléseken, vagy a gyulai egyházközösség világi vezetői ott vannak ezeken az üléseken, ezeken a gyűlölet üléseken. Vagy valószínűleg nekik is egyszer el kell számolni a saját lelkiismeretükkel, mert én nem szólítanám fel semmire őket, hogy hol is állnak ők, emberiesség, kereszténység, vallásosság és segítségnyújtás terén. Mi lenne a leghelyesebb válasz önök szerint erre a válságra? Előbb már próbáltam mondani, tehát az a közös európai együttműködés, amelynek egyrészt a része az, hogy segítséget próbál nyújtani anyagi, katonai, társadalmi, politikai, pénzügyi szinten, azon helyeken, ahol válság van, ahol háború van,
mert az alap problémát kell rendeznie a világnak ezen részein. Másrészt pedig el kell választani egymástól, hogy ki valódi menekült, és ki gazdasági menekült. A gazdasági menekültek esetében, éppen erről a magyar médiában, főleg a kormány vezérelte médiában nagyon kevés szó esik, Németországból, mert Németország egy csomót visszaküldött, hiszen gazdasági menekültekről van szó. A politikai menekültek lennének befogadva egy időre, és csak annyi időre, amely még rendeződik a helyzetük, és visszamehetnek. De ennél már a helyzet előrébb tart, született hónapokkal ezelőtt Törökország és az Európai Unió között egy megállapodás, amelynek az a része és az a tartalma, hogy Törökország területén, a szír-török határon felállítanak olyan menekülttáborokat, ahol próbálják kezelni a problémát. Ez egyébként nagyon jól működik. Békés megyében az elmúlt hosszú-hosszú hónapokban egy menekültet sem láttunk. Én UFO-t többet láttam, mint menekültet, pedig nagyon sok fele jártam, és UFO-t sem láttam egyet sem. Tehát egy olyan problémáról beszélünk, például itt Békés megyében, az ország legtöbb részén, ami gyakorlatilag nem is létezik. Úgy gyűlöletet kell tenni a menekültek ellen, hogy gyakorlatilag nincsenek is menekültek. Tehát egy ponton túl én nekem meg kell kérdeznem, hogy ugyan mire beszélünk, ugyan kik és mi ellen szítanak gyűlöletet, és ugyan mire való az október 2-ai kormány szavazás. Nyilván Békés megye ebből a szempontból talán szerencsésnek mondható. Van az országnak más olyan része, ahol jobban jelentkezik a határ mentén a probléma? Valóban a magyar-szerb határon jelentkezik a probléma, de azzal semmi nem lett megoldva, sőt a probléma halmozva lett, hogy 150 km hosszan felhúzták a magyar-szerb határon a kerítést, ugyanis egyéni megoldások, egy ország egyéni megoldása az a nagy válság közepette semmit nem jelent. Az azt jelenti, hogy rálőcsöri, ráterheli és rányomja a problémát más országokra. Na most ez nem európai együttműködés. Ez olyan helyzet, hogy a 27 európai tagállamnak együtt kell működnie, közös taktikát, közös stratégiát és közös megoldást és közös cselekvést kell kialakítani. Azáltal, hogy Orbán Viktor szembe megy az Európai Unió vezetésével, benne az Európai Unió legnagyobb és legmeghatározóbb országának vezetésével, Németországgal, Angela Merkelrel, az azt szerintem a legrosszabbat üzenjük. És még egyet hangsúlyozzak, miközben én arra buzdítom a tévénézőket, hogy október 2-án semmiképpen ne menjenek el a hazug népszavazásra, hogy egyszerűen nem lehet nem észrevenni azt, hogyha sikeres és eredményes lenne ez a népszavazás, amire a legkevesebb esélyt látok, akkor az gyakorlatilag nem jelentene mást, mint hogy Orbán Viktor megtenné az első lépést arra, hogy az Európai Unióból kivezesse Magyarországot. Ennek a következményei társadalmi, politikai, gazdasági, pénzügyi, beruházási szempontból szerintem egészen beláthatatlanok. Annál nagyobb jótétemény minden hibájával és gyengeségével, vagy félreértésével együtt, hogy Magyarország 2004-ben az Európai Unió tagja lett, a 21. században nem tudok. Mi egy olyan elegáns klubnak lettünk a tagjai, ahol egyébként 5-ször vagy 4-szer annyit kapunk vissza, mint amennyi a befizetésünk. Ebből épül Békés megye, ebből épül Békés Csaba, ebből épül Gyula belvárosa, egy csomó ipari, kereskedelmi beruházás, közlekedési beruházás. Tehát a magyar források végtelenül elégtelenek lennének arra, hogy mi felzárkózzunk a fejlett nyugat-európai országokhoz, ehhez ebben a klubban kell benne lenni. Egy klubban pedig kötelezettségek is vannak, nem csak jogok, és a jogoknak és kötelezettségeknek egyensúlyban kell lenni. Mi csak ezt mondjuk, hogy ezeket tartsuk szem előtt, mi több tartsuk be ezeket a jogokat és kötelezettségeket, amelyek hát reményeink szerint egy normálisan működő országban egyensúlyban vannak egymással. Mivel lenne elégedett, mekkora részvétellel vasárnap? Én biztos vagyok abban, hogy kevesebb, mint 50% megy el. Ebben a elmúlt hetekben mi a magunk szerény módján próbáltunk denni. Rengeteg településen, rengeteg településrészen, városrészben járunk, és az emberek véleménye döntően kedvezően fogadnak. Természetesen van egy-két beszólás, ez teljesen jó,
még egy kis normális vitára is adott esetben lehetőséget teremt, hogy megbeszéljük ezeket a dolgokat. De mondom, október 3-án pedig, ez még nem volt kérdés, mi lesz? Szerintem igazából semmi nem lesz. Egy normális országban az kellene, hogy a következmény legyen, hogy Orbán Viktor lemondjon egy eredménytelen és érvénytelen népszavazás esetén. Orbán Viktorból nem nézem ki ezt az állam férfiú erényt, hogy ezt megtenné. Azt mondják, hogy majd az alaptörvényt átírják, ha szerintük, az ő szájuk íze szerint történik a dolog. Szeretném jelezni, hogy az alaptörvényt bármikor átírhatják. Kétharmados többség kell hozzá, ha a Fidesz megnyer hozzá valamely más pártot, egyébként egy-két képviselő kell még, akkor ezt bármikor megteheti. Ezért több mint 20 milliárd forintot eltapsolni teljesen értelmetlenül, sőt felzaklatva az országot, megosztva az országot, az felháborító. Magyarországnak az integrációs képessége sajnos nem nagyon jó, erre játszik rá a gyűlöletkampányával a kormány. Annak idején én döbbenten láttam, hogy amikor az erdélyi magyarok átjöttek, akkor őket lerománozták. Na most nem erdélyi magyarokról van szó, és persze nem is olyan számba jönnek ezek a menekültek, de kulturális különbségek vannak. Erre rájátszani, a gyűlöletre rájátszani szerintem a legveszélyesebb politika. Bibó István mondta, hogy hazugságra lehet építeni politikát rövid távon, de középtávon és hosszú távon már biztosan meg fog bukni. Én azt mondom, hogy gyűlöletre építeni politikát, az valami olyan katasztrofális hiba, és olyan morális mélység, amely alatt talán már nincs is semmi. Én ezért mondom, hogy ne menjenek el voksolni, és hát nekünk van egy ilyen szórólapunk, amelyben hát erre kérjük a választópolgárokat, és fut egy reklám, hogy én szeretem Magyarországot, elmegyek voksolni, fut a tévében. Én is szeretem Magyarországot, én meg nem megyek el voksolni, a kettőnek semmilyen kizáró tényező nincs, hogyha egyiket csináljuk, vagy másikat csináljuk, attól ne szeretnénk a hazánkat. Én nagyon szeretem a hazámat, és ezért nem megyek el voksolni. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Én köszönöm. Kedves nézőinknek pedig a figyelmet köszönöm, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra.